Egyébként pedig hát a film az mindig nagyon fontos része volt az életednek, nem tudom most jelen pillanatban mennyire az, tavaly láttunk téged, de hogy készülsz-e valamilyen filmes szerepre? Most nem, forgattam egy nagyon picit, nagyon keveset a Hadik című filmben, és abba úgy forgattam, de most nincs ilyen nagyobb filmes tervünk. Ugye az Üvegtigrisből láthatunk most egy kisebb jelenetet, ami hát azt kell, hogy mondjam, a kult, tehát hogy szinte mindenki tud belőle idézni, mindenki tudja az adott karaktereket, nem tudok olyan embert, aki nem látta volna, és el kell, hogy mondjam, hogy Balatonon van egy kis büfé, amiben mi nagyon szeretünk járni, és ott például ez egy, nem hogy hagyomány, ez a szerencsehozó, hogy ott éjjel-nappal megy mind a három rész. És egyszer beakadt, és teljesen kivoltak, mert nekik az hozza meg a szerencsét, tehát hogy abszolút a vendéglátósok ilyen csodaszámba rakják ezt a filmet. Ti gondoltátok volna akkor, hogy ez ilyen sikert fog hozni, és ennyire kult lesz, és nincs öreg, fiatal, mindenki tud idézni belőle, mottók vannak, életfelfogás van, ami az Üvegtigris köré épül, és zarándokhely, hát az igen, igen. Egyébként nagyon sok helyen van az országban, én magam is megfordultam egy-kettőbe. De nem gondoltuk, nyilván reménykedtünk benne. Nagyon, ha az ember elkezd forgatni pláne egy vígjátékot a filmen, akkor hát a nézettsége az ugye alapkérdés, és egyáltalán mi színészek nem hiszünk abban, hogy majd fölteszik a kazettát, vagy a DVD-t akkor, vagy akár bármi pendrive-ot a polcra, és akkor majd 20 év múlva siker lesz. Mi azt olyan vártuk, hogy vajon milyen lesz az első hét fogadtatása a bemutató után. És nagyon jó híreket kaptuk, és természetesen nagyon örültünk, de ettől függetlenül rendkívül meglepő volt, hogy akár merre mentem, döbbenet volt tapasztalnom azt, hogy utánam rohannak, miközben én kerékpározok épp a Balatonparton. Őrületes fogadtatása volt, amire nyilván ennyire nem számíthattunk, de azért meg kell, hogy mondjam, folyamatosan azt a kérdést fölteszik nekem, hogy mikor jön a negyedik. Igen, ezt akartam én is fölteni. Igen, itt volt a nyelvünkön. Igen, adódik abszolút. Adódik a kérdés, úgyhogy most nagyon titokzatos leszek, csak hogy felsrófoljam az érdeklődését minden nézőnek. Beszéltem róla így magánemberként valakivel. Ennél ez már pont elég. Ez pont elég arra, igen, hogy a rajongók azt mondják, hogy jó, jön a negyedik. Tehát az.